hiszem, hogy itt nem kell bemutatni a mai művészünket, aki egy nagyon szép estét fog nekünk adni. És hát, hogy hála Istennek, hogy az Istenek megtartották őt, és a harmadik kötete is elkészült, úgyhogy az életregénye három kötete elkészült, amit szeretettel ajánlok a mindenkinek, és nagyon nagy szeretettel köszöntjük Dévai Nagy Kamilla érdemes művész. Adjon az Isten szerencsét, szerelmet forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem, kérdésre választ ő küldött, hogy hitem széllyel dűljön. Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet, nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem, nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Magam nevében is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és hát ugye helyből azzal kezdem, hogy álmomba el nem képzeltem, hogy én egyszer könyvet fogok írni, és mindjárt egy trilógiát, mindjárt hármat. Na, ennek annyi a története, hogy elmondom, hogy milyen családból származom. Ezt egyébként az első kötetben mondom el, kicsikét részletesebben, mint ahogy most. Én a Makkai család leszármazottja vagyok anyai ágon. Ez azt jelenti, hogy Makkai Sándor püspök, Makkai László történész, Ignác Rózsa regényíró, Makkai Ádám költő. Hát úgy látszik, hogy a vér nem válik vízzé, mert verses kötetem az már 15 évvel ezelőtt megjelent, és most eljutottam prózáig is, és hát ebben a könyvben tehát azt írom le, hogy milyen élmény Magyarországon, de mégis erdélyiként. Mert hogy én csempészáruként érkeztem Magyarországra, és édesanyám 7 hónapos terhes volt, amikor kúszva, mászva zöld határon engem a pocakjában átmentett ide Magyarországra. Tehát én Budapesten születtem, de még otthon gyártottak, mondom én így. És ettől, hogy én állandóan azt hallottam, hogy na fiam, megyünk haza, ugye amikor 1956-ban megnyíltak a határok, akkor lehetett menni először Erdélybe, mert addig zárva voltak a határok, és akkor mindig állandóan azt hallottam, hogy megyünk haza. Úgyhogy én itthonról haza, és otthonról idehaza jöttem, tehát itt is persze itthon vagyok, de például Budapesten egy árva unokatestvérem sincs. Átlépjük a határt, itt is egy, ott is egy, amott is egy. A másik ágam, szintén anyai ágon, csak anyai ágon a nagytatám révén. A nagytatámat úgy hívták, hogy Böjte Lajos. És a Böjte név az pedig Csíkszentdomokoson nagyon-nagyon ismert. És hát én, amikor először Böjte Csaba testvért megláttam a televízióban, akkor azt mondtam, hogy na hát, milyen otthoniasan beszél, hogy egyszerűen szinte, mintha olajoznák a fülemet, mert nagytati, nagymami is ugyanígy beszélt, hogy hát aztán, így mondta, úgy mondta, s mit, ahogy mondta. Na hát akkor mondtam, hogy hát Csaba testvér nem lehet rokon, hiszen ő úgy írja a nevét, hogy Böjte. Az én családom pedig Böjthe, hát tehát H betűvel. És egyszer összehoz élőben minket egy műsor, és ülünk egy asztalnál, szépen ebédeltetnek,
Én két kanál leves között kíváncsian megkérdezem, hogy hát, kedves Csaba testvér, honnan származik? Ha nem, azt mondja, hogy Csíkszentdobokosról. Majd megakadt a kanál a számban, és azt kérdezi, hogy miért kérdi? Hát mondom, mert van némi közöm Csíkszentdobokoshoz. Micsoda? Hát mondom, nem maga, mert magának nincsen hája. Erre úgy megnézi a pocakját, azt mondja, hát azért van itt valamennyi. Aztán először nem értettem, hogy mire mondja, mert jön a hája, arra gondoltam, a H betűje. Na mindegy, lényeg az, hozzá nagyot kacattunk, hogy van itt azért. És amikor mondom, de hát a H betűre gondolok, azt mondja, várjon, én is hás vagyok. Csak hogy amikor születtem, a románok elírták az anyakönyvé kivonatomat, úgyhogy én is TH-s vagyok. Na akkor már nagyon megbátorodtam, csípőre tettem a kezem, és az én nagy tatám az 2 méter 6 centiméter magas volt. És ugye a faluban mindenkinek volt valamilyen ragadvány neve, hát az ő neve természetesen az volt, hogy a hosszú bőjte. És akkor mondom, csípőre kapom a kezem, és mondom, hogy na akkor Csaba testvér, ha én azt mondom, hogy a hosszú bőjte a dédnagytatám, akkor maga mit mond? Én a kurta bőjte leszármazom. Úgyhogy kiderült, hogy Csaba testvérrel is harmadfokú unoka testvér vagyok. No, de mielőtt tovább mennénk, én nekem van egy meglepetésem. Mégpedig az az én meglepetésem, hogy van én nekem egy itteni növendékem, aki nem más, mint a Szöcinek az unokája. Úgyhogy gyere csak lelkem, most bemutatjuk a tudományunkat, hogy össze-vissza 11. óránk, ez most csücsle, 11. óránk, ami azt jelenti, hogy ilyenkor az ember még nem találja el a húrokat, mert azért van 6 darab az embernek, meg 5 ujja, hogy azok mindig eltévedjenek. És ennek a leányzónak nem tévednek el az ujjai, és úgy gondoltuk, hogy akkor ez az első alkalom, hogy bemutatja itt a tudományát. És mégpedig, ha bárkinek valami kedve volna, mert ismeri a dalt, akkor még nyugodtan be is szállhat, de én hagyom, hogy Zoé bemutassa a tudományát. Na, indulunk, nézz a kezem, hogyha baj van. Rajta! Néha furcsa hangulatban az utcát járom egymagamban, nincsen semmihez se kedve. De hova, de hova, de hova megyek, de hova, de hova megyek, de hova, de hova megyek, de hova, de hova.
már tudom, már tudom, már tudom, hogy hova megyek, tudom, már tudom. Nagyon nagy dolog ám, eleve, hogy vállalja, hogy ilyenkor, ilyen kezdeti stádiumban megmutatja magát, és nagyon ügyes voltál, nem kell izgulni, nagyon rendben van. Mondom, igazán most már az a harmadik kötetben van, ahova most hirtelen ugrok, a balesetem, amiről majd szintén fogok beszélni. Tehát a balesetem után nyitottam meg az iskolámat, és éppen ezért most már 27. éve tanítom a kezdő ének és gitárosokat, és meg kell mondanom, hogy elég bonyolult dolog itt a húrokkal bánni, és sikálni, ahogy így szokták mondani, ez a közönséges neve, hogy sikálunk. Hát ez nehéz dolog, úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt van mit zenei téren keresni, Na, akkor most visszaugrom az első részhez. Abból most azért nem olvasnék, mert nagyon-nagyon bensőséges, nagyon lírai, nagymamámról írok, nagytatámról írok, unokatestvéremről. Tehát az első, egész első rész arról szól, hogy nagymamám, amikor Erdélyből menekültek, mert nagytatám nagyenyednek volt a főjegyzője, hát természetesen ott 1940-ben, amikor ugye jöttek a románok, meg minden, akkor első közt nyifantották volna ki. Úgyhogy ha tetszik, ha nem, muszáj volt menekülnie, és hát erről a sok hányattatásról is egy kicsikét csak úgy érintőlegesen írok. És amikor én világra jöttem, akkor ők már Magyarországon voltak, és először Lábodon, aztán Csokonyavisontán és Somogyszobon. És Somogyszobról írtam elég sokat, mert az a kicsi, kedves, kanyargós falu az nagyon hozzájárult ahhoz, hogy olyan lettem, amilyen lettem. Ott mászkáltam először igazán mezitláb, mert a budapesti aszfalton nem lehetett, ott csipett meg először egy darázs, ott feküdtem hanyatták először úgy szemközt nézve az éggel, hogy a felhők milyen csodálatos formát adnak, és ott lettem igazán olyan emberré, aki tiszteli a mások munkáját. Mert természetesen a nagyanyám beállított kukoricát kapálni. Természetesen én mentem, ha mondta, akkor mentem, és hol csaptam, legelőször hova csaptam? Hát a léggyökerekre, amelyek ugye a szép magas növényt kitámasztják, és minek utána szétvertem a léggyökereket, akkor szegény kukoricák én utánam, az én működésem után mind lefeküdtek a földre, úgyhogy ma, már nem ma, hanem nagyon sok éve elsőrangú kukoricakapáló vagyok. Na, a burgonya bogár, hát azzal is, ugye, Colorado bogár, kis csíkos. Na, a nagyanyám oda állított, ezeket úgy le kellett szedni a levelekről, ahogy belebódultan ették a leveleket, úgy szépen ezeket le kellett ott szedegetni. Hát először ott megint ilyen pesti leányka létemre, azért iszonyodtam ezektől a bogaraktól, egy ilyen hatalmas nagy vágylingba kellett ezeket potyogtatni, ott, és hát mentünk, szedtük ezeket. És mi történt a végén? Az én drága nagymamám fogta, beleállt a vágylingba, és széttaposta ezeket a bogarakat, és én láttam, ahogy a narancssárga belük betapos a nagymamám, jó hosszú ideig még a lábára se bírtam nézni szegénynek. Meg aztán hát amikor tanítottam az egyik csirkét, mert ugye a diófáról ugráltam mindig le, ott csináltam magamnak fészket, deszkát tettem oda is szögeltem, és ezen a padlaton én tökéletesen el voltam, lópokrócot tettem rá, és olvastam. Amikor pedig leugrottam a fáról, közvetlenül mellettem volt a gyúkol. Hát
mint ugye megint mondom, pesti leánykát, hát nagyon érdekeltek a szárnyasok, és próbáltam őket megszelídíteni. Na hát ezek, odáig jutottunk, hogy amikor én ugrottam le a fáról, ezek ezerfele mentek, és adták tudtul a világnak, hogy jön, jön, már megint jön. Egyik hápogott, másik hebegett, habogott, károgott, mindenféle állat volt ott. Egyetlen egy csirke maradt ott a placon. És én közelebb mentem hozzá, akkor is ott maradt. Lehet, hogy rémületében megdermedt, és azért nem bírt tovább menni, de minden esetre én azzal a csirkével olyan jó barátságba kerültem, sose tudtam például, hogy a csirkék nem innentől idáig pislognak, hanem alulról felfele. Ezt én megszemléltem, és a Jutka csirkével elkezdtem a gyakorlást. Ugyanis azt gondoltam, megtanítom balettozni. Na, ebből aztán cifra dolog lett, mondom, ugrottam a fáról, minden állat rohant, egyedül Jutka maradt, és odáig jutottunk, a Jutka egyébként az édesanyám húga volt, nagyon-nagyon kedves nagynéném, és ezért a babám is Jutka baba volt, a csirke is Jutka csirke volt, hát Juditka volt az én nagyon-nagyon kedvenc nagynéném. No, ez a Jutka csirke, ez meg hagyta magát. Én még ilyet nem láttam, ennek valami nem stimmelhetett az agyába, mert ez szót fogadott. Én számoltam, a csirke emelte a lábát, számoltam, emelte a másik lábát, és még a szárnyait is lebegtette, úgyhogy nagy sikerem volt. Az pedig a könyvben van leírva, hogy mi történt, amikor az én drága nagyanyám, akinek minden csirke egyforma volt, Jutkát nézte ki húslevesnek. No, akkor nem is az első kötetből, hanem mondom, a másodikból olvasok fel, és méghozzá itt ebben az első kötetben az is eldőlt, hogy én végül is akármennyire tanár szeretnék lenni, mindenféleképpen a színpad nyílik felém. Akármit csinálok, félreugrani se tudok, nyílik a rózsa, utána pedig a legestelen, legelső röpőpáva alkalom volt, és még most rögtön hozzá is fűzök egy meghívást, aki megteheti, azt nagyon-nagyon szívesen várom majd november 17-én Budapesten az Uránia moziba és színházba, mert ugyanis 1968. november 17-én álltam először a tévékamerák előtt. Akárhogy nézegetjük, ez 55 éve. És hát ezt az 55 évet úgy gondoltam, hogy nagyon meg fogjuk ünnepelni, 55 diákommal 55 gitár fog egyszerre szólni. Ami ilyen még nem volt Magyarországon, három szólamba fognak szólni a gitárok, és három szólamba énekelünk a növendékeimmel együtt. Úgyhogy ez este 6 órakor lesz, ha bárki ráír, már most mondom, hogy sok szeretettel várjuk, mert ez nagy-nagy felfordulás lesz. Szóval, a második kötet. Ahogy mondom, ahogy a színpadtól se tudtam magamat megmenteni, pedig nem akartam énekes lenni. Otthon ugye az volt a jelszó, hogy hát aki kiáll oda a színpadra és kvázi pénzért mutogatja magát, hát az nem tisztességes hölgy, az egy kicsit kékharisnya, meg egy kicsikét sznob, meg sok minden. Tehát én biztos, hogy én énekes, az nem akarok lenni. Tanár, igen. Először úgy volt, hogy magyar történelem, aztán úgy volt, hogy magyar-francia, mert a Szilágyi Erzsébet gimnáziumban franciául tanultam, és nagyon, nagyon jól megtanítottak, tehát a magyaron kívül legjobban még ma is franciául beszélek. És hát ott volt harmadik eshetőségnek, hogy vagy énektanár. De amikor az érettségi jött, az érettségi előtt februárban kiosztották a papírokat, hogy ki hova akar tovább jelentkezni. És én egyszer csak azt láttam, hogy mintha a papíron a betűk lángolnának, és azt olvastam én ott, hogy zeneakadémia. Tehát magyarán, hogy zenetanár.
Na igen ám, de ahhoz én meg nem tudtam eleget. Hiszen akik zenei óvodába, zenei általánosba, konzervatóriumba járnak, azok már 12. éve foglalkoznak a zenével. Én meg hát 6 kórusban énekeltem, és a rádió kórusában is, 9 éves koromtól a Magyar Rádió gyermekkórusában is énekeltem. De tehát volt azért némi fogalmam, de hát annyi, amennyit a felvételére a Zeneakadémiára tudni kell, annyit nem tudtam. Úgyhogy kivettem magam az iskolából, szegény szüleim csak hápogtak, hogy milyen önálló lettem egyszerre, és hirtelen céltudatos, mert akkor tudtam, hogy én nekem most zenét kell tanulni. Olyan irgalmatlan szerencsém volt, hogy egy igazi, eleven Bartók tanítványtól tanultam zongorázni, Varjú Irma nénitől, aki öreg volt, mint az országút, és rendkívül szigorú. És ezért nekem nagyon jó volt, mert tiszteltem is, és hallgattam is rá, és nagyon hamar belejöttem ott a dolgokba. A szolfés tanárom, aki szolfés, zene elméletet, zenetörténetet, és mindenféle összhangzattan ilyen dolgokat tanított, az én agyméreteim szerint haladtunk, tehát volt, amit nagyon tudtam, volt, amit kevésbé. Tehát tulajdonképpen fél év alatt átvettük a 12 évet. De ez olyan roham munka volt, és elmentem a felvételire. 18 ponttól vettek fel, én pedig 17,5 pontot értem el, amire így kihúztam magam, hogy azt a mindenit azokkal együtt felvételizek, akik 12 éve ezt csinálják, és ennyit elértem, na akkor jövőre biztos meg lesz. Tényleg mentem a következő évbe is felvételire, és hát mivel az egész évet úgy töltöttem, hogy reggel 7-től este 10-ig zongoráztam, szolfézsoltam, összhangzattanoztam, mindent csináltam, hát ettől, amit úgy nagy hirtelenjébe úgy bögyreszedtem, az most beérett. Volt rá egy év, és képzeljék el, én utánam pár évvel csak Kocsis Zoli ért el 20 pontot. Tehát a második zeneakadémiai felvételim a maximális 20 pontot érte el, és hát ez olyan volt, hogy fú. Szőnyi Erzsébet volt akkor a tanszaknak a vezetője. Igen ám, csak hogy közben volt a Nyílik a Rózsa, meg a Röpő Páva, mert ugye eltelt egy teljes év, és engem először a zsűri a Nyílik a Rózsából kihajított. Ugye ott az még inkább magyar nóta és népdal vetélkedő volt, és hát én természetesen gitárral mentem. És azt mondták, hogy hát a gitárral népdalt énekelni, szörnyű stílustalanság, ez a kislány aranyos, helyes, jól énekelt, a gitár miatt repül. Úgyhogy kirúgtak, viszont akkor még úgy szoktak szavazni, hogy a lapnak, a levelező lapnak. És annyian ragadtak tollat, hogy az a kislány olyan helyes volt, hogy visszajuttattak. És a zsűri megint kidobott. Na most tulajdonképpen ez a botrányos helyzet, ez az, ami miatt nagyon megjegyeztek az emberek. Mert ugye egyfolytában az volt, hogy ez a kislány most van, vagy nincs, voltam vagy 18 éves, és látta természetesen ezt a vetélkedőt a Szőnyi Erzsébet is. És amikor én mentem, behívott az utána, a felvételi utáni beszélgetésre, akkor elmondta, hogy kedves Anikó, na itt megint zárójelbe elmondom, hogy születtem, mint Nagy Kamilla Anikó. Férjhez mentem, lettem Dévai Györgyné, és ebből lett, hogy az Anikó elment, pedig 18 éves koromig csak az Anikót használtuk, mert Kamilla akkor 2 volt az országban. És hát én úgy éreztem, hogy az olyan fura név, hogy hát azzal nem, hát inkább az Anikó az jobban elcsúszik. Úgyhogy még az érettségi tablómon is úgy vagyok írva, hogy Nagy Anikó. Úgyhogy aki ezt összerakja a Dévai Nagy Kamillának, annak megemelintem a kalapom. Hát szóval leültem a meghallgatáson, behívott a Szőnyi Erzsébet, leül velem szembe, és azt mondja, hogy kedves Anikó, vagy Kamilla, mert a televízióban meg az Anikót hagyták el,
mert mondva, hogy abból Dunát lehet rekeszteni, a Kamilla az érdekes. Tehát én egyik másodpercről a másikra hirtelen nagy Kamilla lettem. Ami pedig mondom, voltam is, de nem használtuk. Na, akkor erre ez már intőjel volt, hogy azt mondja a Szőnyi Erzsébet, hogy kedves Anikó, vagy Kamilla? Hát akkor én mondtam, hogy én mind a kettő vagyok, és ilyen nagyon boldogan tudtam, hogy mit fog mondani, amit mondott is. Hogy hát akárhogy is hívják, én csak azt tudom mondani, hogy tavaly óta valami eszméletlen, hogy mekkorát fejlődött, egyáltalán nem találtunk hibapontot, csodálatos, ilyen évtizedek óta nem volt, úgyhogy én tiszta szívemből gratulálok. Hát én így ültem, hogy hát igen, tudom, dolgoztam is eleget érte. Azonban azt mondja, úgy folytatta, hogy de nem vesszük fel. Mondom, mi? Rosszul hallok? Mi az, hogy nem vesszük fel? 20 pont! És azzal folytatta, hogy mert maga sinen van, maga már híres, maga már neves, mert addigra pont akkor volt meg a röpülypáva is, az első röpülypáva, amelyet ott voltam az első ötös fogadban, tehát már a nyertesek között voltam, addigra már megbocsátották, sőt, azt mondták, hogy ha valaki népdalt kísér gitárral, akkor az csak úgy tegye, mint a Kamilla. És ez volt, hogy a Halmos Sevő duó, Ferenc Éva, Faragó Laura, Budai Ilonka meg én. Mi voltunk ez az ötös fogat, akik tulajdonképpen ebből legelső röpőpávából kikerültünk. És hát mondom, tényleg az volt, hogy majd szétszedtek. Sinkovicsékkal mentem Petőfi műsorra, hívott Hofi Géza. Annyi előadásom volt, hogy egy másodperc alatt úgy megpördült velem az egész világ. És én azért csak mentem, mert hát azért, ha hívnak, és ilyen emberek, hát akkor azért csak megyek, de én nem akarok énekes lenni. Ezzel a jelszóval nem baj, majd amikor elkezdem a főiskolát, akkor rájönnek, hogy úgyse érek rá. És a Szőnyi Erzsébet azt mondta, hogy maga már sinem van, maga már sztár, ez az akkori időben, ez tényleg így volt, mert az utcák kiürültek, amikor a mi műsorunk ment, és engem rögtön felkértek rádió és TV szereplésekre, tehát ki se jöttem a médiából. És a Szőnyi Erzsébet azt mondta, hogy maga már sinem van, maga már sztár, maga ne foglalja el a helyet azok elől, akik csak tanítani tudnának. Na ez volt az én majdnem halálos ítéletem. Leírtam a könyvem, amit eddig, amíg ezt a könyvet meg nem írtam, senkinek nem mondtam. Ugyanis felmásztam a Szabadság híd tetejére oda a madárhoz, és le akartam ugrani a Dunába. Öngyilkos akartam lenni, hogy én annyira csak tanár szeretnék lenni, és miért muszáj a színpadra menni, és nem akarok a színpadra menni. Én még a rádiót is kikapcsolom, ha zenét hallok. A mai napig tartó fájdalom. Azt mondom, hogy a Jóisten jobban tudja, hogy nekem mi kellett ahhoz, hogy valójában tényleg tanár lehessek. Ugyanis elindultam kínomba, mert hívtak. És mert férjhez mentem, a férjem az első éves műszaki egyetemista volt, 250 forint ösztöndíjjal, tehát ha tetszik, ha nem, nekem muszáj volt keresni. Ezért mivel tudtam énekelni, mivel semmi végzettségem akkor nem volt, csak az énekkel. Úgyhogy mentem, és közben szitkozódtam a fogam közt, hogy ezt kell csinálnom, édes jó Istenem, és nagyon ki voltam magamból kelve minden alkalommal. De hát muszáj volt kettőnket életben tartani. És akkor egyszer csak arra jöttem rá, és most már részletet is fogok olvasni, hogy ne csak beszéljek, arra jöttem rá, hogy én mégiscsak azt szeretem, és azt csinálom, amit a világon a legjobban szeretek, és talán tudok. Mert hogy az a szegény közönség, akit én szidok, hogy jön, megveszi a jegyet, és odaül, és néz engem.
És azért mindjárt a leghosszabb balladát szedtem elő, ilyen 18 verszakot, balladát úgy kell nekik, hallgassák, ha már jöttek. Így álltam hozzá a dolgokhoz, és pont ez volt, ami miatt fémjelződött a nevem. Mert a hozzáértők, a szakmabeliek azt mondták, hogy ilyen bátorságot, mindjárt egy 18 verszakos balladával ki mer állni, és pont amit én szidásnak éreztem, ők azt mondták, hogy hát ez fémjelzése a dolgoknak. És hogy milyen bátor vagyok, stb. No, ebből lett az, hogy azt mondtam egy idő múltán, hogy elmondom, hogy ezek a népdalok hogyan terjedtek, melyiknek mi a jellemzője, mi a stílusa, honnan, melyik korból származnak, melyik vidék, egyik vidéken ilyen, másik vidéken olyan, tehát magyarán én elkezdtem tanítani. De a szegény közösség azt hitte, hogy ez műsor, és tényleg úgy nézett ki, mert én mosolyogva mondtam, és rájöttem, hogy nem énekelek, hanem tanítok, és onnantól kezdve megbékéltem. Onnantól kezdve úgy készültem minden egyes előadásra, mint egy szentség volt kiállni azokra a deszkákra, és énekelni, és akkor már nekiálltam a megzenésített verseknek is. És hogy milyen helyzetekben volt részem, na azt most már akkor elolvasom. Ez mindjárt a második kötetben van. A második kötetben a világ körüli útjaim vannak, ezekről nem szoktam beszélni, annak idején se. Soha életemben nem voltam olyan jelentkezős típus, hogy most jöttem innét, vagy onnét, vagy amonnét, és micsoda dolgok történtek velem. Sose voltam ilyen. Édesanyámtól azt hallottam, hogy ne lógjál ki, fiam, a sorból, igyekezzél, húzd meg magad, ha kérdeznek, válaszolj, magadtól nem kell úgy jelentkezni. És hát ilyen elképesztő, mint ami most jön, ilyen elképesztő történetek tömkelege történt vele. Az Úr 1976-os esztendejében vagyunk. Bálint fiam születése előtt pár hónappal, két fiam van, ezt most rögtön mondom, az előző könyvben Balázs fiam születése is, azt is leírtam. Ő színművész, és mindig lehet hallani a hangját a televízióban. No, az Úr 1976-os esztendejében vagyunk. Bálint fiam születése előtt pár hónappal a rádió irodalmi osztályának felkérésére elvállaltam egy ausztriai fellépést Grazban. Merész vállalkozás volt, mert akkor még nem lehetett tudni pontosan sem a fellépés idejét, sem a gyermek érkezését. Mire minden kitisztázódott, kiderült, hogy a szülés után 2 héttel lesz a fellépés. Hát volt is nagy riadalom, férjemmel, Gyurival megterveztünk mindent. Hogy nem megyünk a többi szereplővel együtt, ő vezeti az autót, csináltatunk azonnal Bálintnak is útlevelet, ha kell, útközben megszoptatom, pataknál megállva tisztába teszem, stb. Már mosolyogtunk is, örültünk, hogy ez nagy sztori lesz. Lett is, de még mekkora. Ringatva pici babámat dudoráztam egész úton, a csöpség békésen alukált. A határhoz érve még Gyurival cinkosan összenéztünk, hogy lám, nekünk olyan gyermekünk van, aki 2 hetesen már külföldre utazik. Mert a fiatalabb olvasók kedvéért írom, nem volt olyan idő, amikor csak 3 évenként utazhattunk külföldre. De a határőr azonnal lehervasztott. Közölte velünk, hogy szó nincs ekkora gyermek kiviteléről. Közölte velünk, hogy hiába van fotó, az ennyi idős babák egyformák, kicserélhetjük, tehát szó nincs határátlépésről. Én sokáig próbáltam meggyőzni, de hajthatatlan maradt. Gyorsan ki kellett találni valamit. 2 szoptatás között külföldön fellépni, ha ezt a klubban elmesélem. Visszafordultunk, Szombathelyen kivettünk egy szobát, és én azonnal elkezdtem tejet fejni. Mint adott édesanyám,
Én is jól tejelő tehénke voltam. Sikerült egy hatalmas adagot Gyurira bíznom. Szegény szinte szűkölt, hogy egyedül maradt Bálinttal, de hát nem volt mit tennünk. Nekem indulni kellett, hiszen a határőr miatt már jócskán késésben voltam. Itt adtam is az egereket egészen Grácig. No, arról hosszasan beszélhetnék, hogy milyen rémületben keresgéltem a szállodát, ahova a találkozót megbeszéltük. Nem volt térképem és helyismeretem sem, közben pedig tudtam, hogy késésben vagyok. Nem is mondtam még, milyen nevezetes társasággal készültünk a fellépésre. Rutkai Éva, Váradi Hédi, Major Tamás, Besenyei Ferenc és Avar István voltak a szereplőtársaim. Talpig leizzadva végre megtaláltam a szállodát. Csak hogy a többiek, mivel késésben voltam, már elmentek a szereplés színhelyére. Gondoltam, most már mindegy, legalább lezuhanyozom. És a recepcióstól elkértem a kulcsot, cserébe elvette az útlevelemet. Gyors zuhany után már megint a kocsiban ültem, és most meg keresgéltem a színháztermet. Mire megtaláltam, szinte azonnal kezdődött az előadás. Mindenki megölelkedett és szörnyűködve hallgatták, hogy előadás után szinte szárnyat bontok és repülök vissza a kicsi fiamhoz szoptatni, mert hogy hát ott vár a gyermekem. Váradi Hédi annyit kért, hadd jöjjön utánam, ő is külön kocsiban jött, és hogyha előtte megyek, nem téved el. Inkább akkor ő is hazajön előadás után. Nagyon szép műsort adtunk, csak úgy zúgott a vastaps, én meg már indultam volna, minden gondolatom Bálintom és Gyuri körül forgott. De még közel fogtak a kedves nézők, gratuláltak, ölelgettek minket, nem volt egyszerű a szabadulás. Végre elindultunk, csak hogy Hédike este nem látott olyan jól. Többször rám dudált, hogy ne rohanjak annyira. És hát ki kellett találni Grazból, és akkor még egyáltalán nem volt GPS. A főúton már nem voltam olyan engedékei. Tapostam a pedált, a Wartburg lihegett, mire újra a határhoz értünk. És mint a villám, akkor csapott belém, hogy ebben az őrült rohanásban az útlevelem a recepciósnál maradt. Kínomban hangosan felnevettem. A határőr szigorúan rám merett. Az útlevél? Majd megfulladtam a nevetéstől. A hotelben. És átcsaptam sírásba. Hédike döbbenten konstatálta a helyzetet, aztán látva, hogy a tiszt milyen morózus, elkezdte. Én Váradi Hédi vagyok, és felelősségem teljes tudatában igazolom, hogy ő a Dévai nagy Kamilla. De semmi nem változott. Én zokogtam, a tiszt morgott, hogy menjek vissza Grazba. Hédike meg mint egy tyúkanyó próbált vigasztalni. Tudtam, hogy a fiamat legkésőbb 11:30-kor meg kell szoptatnom. Azt is éreztem, hogy túl nagy megterhelés lenne visszafordulni az útlevélért, hát azért mégiscsak szülés után alig vagyok 2 héttel. És nem tudok Gyurival se beszélni, ugye még ki se találták a mobiltelefont. Hédike, látva, hogy nem tud mit tenni, elköszönt, elindult. Én továbbra is ott ültem nagy konopula kocsiban, nem álltam félre, csendesen átázott a tej a blúzomon, és könyörögtem. Legalább azt tegye meg, hogy hívja a külügyminisztériumot, hát értse már meg. A tiszt egyre dühöttebben küldött melegebb éghajlatra. És én is egyre hangosabban követeltem, hogy intézkedjen már. Nagy, nehezen, lassú léptekkel elindult az őrség szobája felé. Utána akartam menni, de itt marad, ordított rám. De csak utána mentem egy perc múlva. Hallgatózom az ajtó előtt, amikor ezt hallom. Valami őrült nő ordít velem, hogy szoptatnia kell. Na, nálam elszakadt a cérna. Minden hónapban fényképes cikkek jelennek meg rólam, éjjel-nappal hol a rádióban, hol a tévében énekeltem. Mi az, hogy valami őrült nő? Berontottam, kikaptam a kezéből a telefont, és a következőket sírtam a kagylóba.
Nem tudom, hogy ön kicsoda. Én Dévai Nagy Kamilla vagyok, és 2 hetes a kicsi fiam. Nem tudtam magammal hozni. Most jövök Grazból, a hotelben maradt az útlevelem. De Szombathelyen várnak, szoptatnom kell, engedjenek át. Értsék meg, szoptatnom kell, engedjenek át. Eközben a határőr pisztolyt fogott rám, minek utána én kikaptam a kezéből a telefont, visszarántotta a telefont, és visszarántotta a telefont. Én őrült indulatomban a lucskosra ázott ingem alól kikaptam a mellemet, és jól szemem löpfröcsköm a fejjel. A tiszt üvöltött, hogy tiszta tej vagyok! Én meg azt ordítottam, hogy értse meg, éhezik a gyermekem! Na, ez hallatszódott még bele a telefonba. Ez aztán megtette a hatását, a tiszt üvöltött. Szóval átengedtek. Még visszakért a kagylóhoz a minisztériumi ember, aki közben valami főnökkel beszélt, hogy mehetek, de hozassam el a többiekkel az útlevelemet. A csillagot is leígértem volna a földre, csak már mehessek. Szegény Warburg szinte füstölt, amikor behúztam a szálloda előtt a kéziféket. Rohantam a szoba felé. Gyuri könnyes szemmel így fel alá járva rázogatta a szerencsétlen ordító Bálintot. Végre a tisztába tevés után mi is összebújtunk, elmesélve egymásnak a történteket. Hatalmasokat kuncogtunk a tejben lőtt határőrön. Ám másnap folytatódott a balhé. Major Tamás hozta az útlevelet. Mikor az övét ellenőrizték, kinyújtotta az enyémet is. Ebből lett az újabb botrány, hogy hol van a hozzá tartozó személy. Ugye engem a magyarok tartottak fenn, és ott a magyar részen az osztrákok csak intettek, hogy menjek, menjek, majd a magyarok ellenőriznek. A Major Tamást meg az osztrákok kapták el. Ugye hát hogy gondolja, hogy nincs hozzávaló személy? Ők nem tudtak az előző napi botrányról, úgyhogy ezek is szerencsétlenek egy másfél napig vártak utána, és ismét a magyar kormányt kellett felhívni. Hát ez volt ez a történet. És akkor most megint énekelek egyet, és ha már említettem Bálint fiamat és a történetet is vele kapcsolatban, akkor most azt a dalt énekelem el, amit viszont a Balázs fiamnak írtam. Ugye van az a vers, mindenki biztosan jól tudja, József Attila verse, az a bizonyos altató, hogy aludjál szépen kis Balázs. Akkor még messze nem lehetett tudni előre, hogy most fiú lesz, vagy lány lesz. Úgyhogy én azt gondoltam, ha fiú lesz, akkor azért legyen Balázs, hogy én el tudjam neki mondani, sőt, esetleg majd zenét írok hozzá, hogy aludjál szépen kis Balázs, milyen szép lesz. Na, 9 évig nem tudtam megcsinálni, és aztán már 3. volt, amikor végül egyszer hozott matematikából 1-est, ennek örvén én nagyon sírtam, és bezavartam, hogy tessék, holnap esel ki a padból, jelentkezel és kiavítod, és ennek kapcsán azt mondtam, hogy nem lesz esti mese. Pedig én minden este úgy mentem el szerepelni, hogy vagy addigra hazaérjek, vagy csak akkor menjek el, amikor már az esti mesét elmondtam. Tehát az esti mese az az életük középpontja volt, én pedig azt mondtam, hogy édesfiam, mivel 1-est hoztál, nincs esti mese. Na erre a Bálint is elkezdett ottan zokogni, hogy hát ő se kap, mondom, te se kapsz, hogyha te is 1-est fogsz hozni, most nem. És akkor erre a Balázs emeletes ágyon aludtak, és az emeletes ágyról 2 kicsi sovány karjával átölelt engem, és azt mondta, hogy édesanyám, nekem olyan borzasztó volt, hogy te miattam sírtál, és én elhatároztam, hogy mostantól kezdve én leszek a te legjobbabbik fiad. Na hát ettől a legjobbabbiktól, ettől én annyira kikészültem, hogy azt mondtam, hogy várj, esti mese nincs, de adok neked valami mást. Annyira megpuhult lélekkel voltam, hogy gondoltam magamba, ha én most nem tudok rögtönözni erre az aludjál szépen kis Balázsra valami dallamot, akkor tegyem el a száraz fát, akkor nem vagyok méltó rá, hogy kitározzam. És hogy milyen a gyerek, akkor már
évek óta emlegettük, hogy majd az Aludjál szépen Kis Balázst majd megkapott zeneformájában. És most, amikor ezt mondta nekem, hogy én leszek a te legjobbabbik fiad, egyszer csak így, mikor mondtam, hogy adok neked valami mást, akkor átölelte a két kis térdét, és azt mondta, hogy az Aludjál szépen Kis Balázst. És mondtam, meg se tudtam szólalni, tehát tiszta könyv voltam, itt gombócok a torkomba, de megszületett a dal, amelyet most sok szeretettel átadok. Lehunja kék szemét az ég, lehunja sok szemét a ház, alszik a rét, aludj el, szépen Kis Balázs. Lábára lehajtja a fejét, alszik a bogár, a darázs. Vele alszik az ümmögés, mondok egy-két dolgot, mert még egy felolvasni valóm van, de elmeséltem, hogy hogyan kaptam, itt a könyvben leírtam, hogy hogyan kaptam a Amerikában egy indián rezervátumban az első hajbántomat, ami annyira
jelképemmé, szimbólumommá vált, hogy mindig az a pántos gitáros lány, igen. Hát aztán elmeséltem azt a történetet, amikor Amerikában 32-szer voltam összesen, szájról szájra adtak, soha nem a pénzt kérdeztem, mindig azt, hogy ha adnak szállást, adnak ennivalót, valahova lehajthatom a fejemet, akkor én nem is kérek tiszteletdíjat. És mindig valamit olyan kis kosárkába összedobáltak nekem, úgyhogy innét egyik helyről másikra mentem, és repülőjegy bérletet vettem, és volt olyan, amikor nem volt nálam se telefonszám, se név, mert csak úgy ott maradt a papír, tehát se telefonszám, se név, se lakcím, semmi, csak az, hogy erre a repülőre kell felszálljak, és ott majd a pártomról megismernek. Na hát aztán az egyik gép nem várta meg a másikat, és hogy én hogy töltöttem ott azokat az éjszakákat, és micsoda rettegés és rémület közepette. És hát hogyan volt az, amikor, azt is leírtam, amikor 24 éves koromban egy olyan fergeteges előadásra kértek fel, ugye mondtam, hogy franciául beszéltem a magyaron kívül a legjobban, és amikor a Kodály vonós négyessel kint voltunk Párizsban, akkor én énekeltem a kvázi eredeti népdalokat, és azt ők játszották, hogy Bartók és Kodály mit alakított ebből a népzenéből, hogyan fejlesztette tovább. És hát akkor mondták, hogy valakinek kellene menni, mert a Rádió 1-be, ami a mi Kossuth rádiónkkal volt azonos nívójú, tehát az egyes számú leghallgatottabb rádió, hogy oda valakinek kell menni riportot adni. Hát mutogattak rám, hogy te beszélsz franciául, akkor menjél te. Hát, amikor én bekeveredtem ebbe a stúdióba, elém állt ez az ember, és hát ilyen tempóban elkezdi a beszédet, és az orrom alá dugja a mikrofont, hát én bizony mondtam neki, hogy ne haragudjon, de mondja lassabban, és képzeljék el, annyira belejöttem, tényleg mint kicsi kutya az ugatásba, hogy a legvégén már így kapkodtuk egymástól a szót, mondtam már, akkor már én is olyan tempóban mondtam, belejöttem nagyon. És ezt hallotta a Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain pedig nem volt más, mint a Mireille Mathieu-nek az impresszáriója. És mire én Párizsból Budapestre hazaértem, már ott várt egy óriási szerződés Cannes-ba, a Pán Vich kaszinóba, ahol szereplőtársai Mireille Mathieu, Sacha Distel, aki annak idején nagyon híres énekes volt, Patachou, aki a franciáknak az öreg Honti Hannája volt, olyan, mint nálunk Honti Hanna, egy nagyon híres valaki, a Kessler nővérek, a hosszú lábú Kessler ikrek, és én. Na, ezt is leírtam, hogy ez milyen volt, hogy ott tulajdonképpen a Columbia Pictures vezérigazgatója hallott engem, és a Columbia Pictures az ugye a filmek elején úgy tartja egy hölgy a fákját. És az a Columbia Pictures. Hát én mit tudtam én? Ugye szocialista országból érkeztem, hát mit tudtam én akkor 1974-ből, hogy ki az a Thomas Thompson? Hát ez a ennek a Columbia Picturesnek és a Columbia lemezkiadónak a vezér igazgatója, a legfelső feje volt. És én nem is izgultam, egy csöppet se, egy vakhangot nem tudtam angolul, úgyhogy Monsieur Jourdain fordított, így született meg az első amerikai meghívásom. Ugyanis elém áll ez a Monsieur, ez a Thomas Thompson, és azt mondja, hogy én most jöttem Magyarországról. Én így néztem, azt mondja, én énekest keresek, mert a Budapest Táncegyüttest meghívtuk Amerikába 3,5 hónapra, január 2-ától április 15-ig, és én mentem énekest keresni. Na most, aki szép volt, az nem tudott igazán énekelni, aki pedig énekelni tudott, öreg volt és kövér. Maga énekelni is tud és gyönyörű, úgyhogy eljönne Amerikában. Hát szóval ilyen történetek tömkelege van. Most viszont egy pillanat, mindjárt itt a képeknél meg lehet látni. Itt a családomról is írok, itt az édesapám. Hát, ha lehet egy halál, gyönyörű.
akkor az édesapámé az volt, és ezt is leírtam. Itt, ahogy most lapozok, látom. Ez megint, ez itt a lepratelepnek a fényképe, a táblájának a fényképe. A világon egyedüli vagyok, aki lepratelepen énekeltem, és most már biztos, hogy nem kaptam meg. Itt Teréz anyának a nővéreinek énekelek Kalkuttában. Hát ez is egy roppant érdekes. Diana-val is találkoztam. Szóval itt csupa érdekes dolog van. Itt van Teréz anya. Lemezen is szerepel az a dal, amit hozzáírtam, és így kerültem ki Indiába. Itt a nagyobbik fiam, a színész fiam, azért csak megmutatom. És most már mindjárt odaérkezek. Ami egy koreai történet, és méghozzá észak-koreai, amiből nagyon lehet tudni, hogy az bizony érdekes. No. Megvan. Na, akkor megint előkapom a szemüvegemet. A sok utazás közben... Ja nem. Ez Kína, bocsánat. Egy pillanat. Na hát, akkor később van. Igen. Itt lesz, bocsánat. Itt Habsburg Otto, neki is elénekeltem azt a dalt, amivel harcba indultunk ő ellenük. Itt Peruban énekelek, itt, na mindjárt meg lesz. Itt van Kubala László, aki úgy sírt, mint egy kisgyerek. Ő volt az, aki a férfiak, idősebbek talán tudják, aki nem tudom hányszor, de rettenet, 30-valahányszor volt válogatott focista, és felvidéki származású volt. Az egyik szüleje az szlovák volt, a másik magyar, és amikor nekiálltam szlovákul énekelni neki, hát egészen egyszerűen úgy sírt, mint egy kicsi gyerek. No, hát itt kell legyen már, bocsánat. Ezt ki kellett volna előbb keressem. Pedig itt van. Na hát. Ez Teréz anya. És itt kell legyen. Hát én még ilyet nem láttam, nem tűnik el, nem tűnhet el, de itt van valahol. Pedig azt a Koreát szeretném elmondani. Hát ilyet. Bocsánatot kérek. Hát nem találom, én még ilyet nem láttam, minden esetre nem akarom húzni az időt, akkor elmondom. Én pedig olvasni akartam volna, mert sikerült nagyon jól összefoglalni. Lényeg az hozzá, hogy Dél-Korea helyett Észak-Koreába hívtak meg minket. Ez a minket azt jelenti, hogy a Honvéd Művész Együttesnek voltam akkoriban a szólistája, és velük mentem, és hát mivel akkor már nagyon sok nyelven énekeltem, azt csak zárójelben említem meg, hogy egyetlen magyar előadó művész vagyok, aki a Guinness Világrekordok könyvében szerepelek, ugyanis még ma is, 1995 óta, akkor kerültem be
a Guinness világrekordok könyvébe, mert hogy én énekelek a világon a legtöbb nyelven. Ez pedig úgy volt, hogy a Joan Baez, szintén ugye gitáros énekes Amerikában, és az ő impresszáriója hallott engem énekelni, és hát én tudtam, hogy most egy nagyon nagy úr előtt a Joan Baeznek a minőségét, hát úgyse tudom megmutatni, illetőleg hát felmutatni, de azért megmutatom neki, hogy ez azért a magyarok se olyan csapnivalóak, és akkor elkezdtem egy pár nyelven énekelni neki, teljesen elámult, mert ugye a kiejtésem az spanyolul, és olaszul, és latinul, és mindenféle nyelveken tényleg olyan, mert nagyon-nagyon sok munkát fektetek bele, hogyha megtanulok valamilyen nyelven énekelni, akkor az tökéletes legyen. Na, a lényeg az hozzá, hogy megkérdezte tőlem, hogy mondja meg, maga hány nyelven énekel. Akkor 29 nyelven énekeltem, ma 34 nyelven. De ilyeneken, hogy lapul, occitánul, stb. Stb. Szóval nagyon érdekes indián nyelveken is, sziú indián nyelven. Nagyon, nagyon érdekes dolog. És hát kínaiul is, koreaiul is. Na, lényeg az hozzá, hogy akkor azt mondta, hogy van a világon még egy ilyen? Mondtam, nem tudom. Azt mondta, majd utána nézünk. Ó, gondoltam, egyéb dolga sincs, mint hogy árva kis magyar énekesnők dolgait igazítgassa, de hogy fog utána nézni. Eltelt fél év, Budapesten egyszer csak kapok egy ekkora árkus, hatalmas nagy papírt, pecsétekkel, mindenekkel, amerikai tájékoztatási hivatal, hogy örömmel értesítjük, hogy végignéztük, végigértékeltük a dolgokat, és nincs senki, aki ennyi nyelven beszélne, úgyhogy jöjjön New Yorkba, mert a Magyarországgal kapcsolatban, a diplomáciai kapcsolatban lévő embereket, nagyköveteket szépen le fogjuk ültetni, és mind a 29 nyelvet végigénekli, és akkor, ha ők kipipálják, hogy minden szót értettek, akkor maga bekerül a Guinness világrekordok könyvébe. Na, be is kerültem, erről ennyit. Lényeg az hozzá, hogy koreai dal. És hát akkor ugye megyünk Észak-Koreába, jaj, de jó, hogy én ezt tudom, és milyen gyönyörű ez a dal. És amikor megérkeztünk, másnap volt próba. De előtte vittek minket városnézésre Fennyánba. Fennyán, azaz ő nyelvükön Pyongyang. Pyongyang. Vittek minket például megmutatni, hogy milyen szép a város, hogy mennyire modernizálódott, és hogy mennyire nem lemaradott, és hogy milyen csodálatos. Úgyhogy vittek minket metróállomásra, aztán vittek minket valami különleges kórházba, aztán vittek minket vidámparkba, csak hogy. Most jön a hihetetlen, csak ezt nagyon jól megírtam, megfogalmaztam ott a könyvben. Ugyanazok az emberek mentek előtt. Éppen csak egy járással előttünk ugyanazok az emberek, mert megismertük ugyanazt a fiatalembert, aki a metróba így ment, aztán pedig ott feküdt, mintha a kórházi beteg lenne. Az egész ilyen, minthogyha volt. Például a szállodánk is olyan volt, hatalmas, két nagy torony, egy ilyen monumentális, nagyszerű valami, és kiderült, hogy a fele az nincs, az lukas. A másik fele csak megvan. Átmentünk megnézni, hogy milyen a másik szálloda rész. Kinyitjuk a liftajtót, hát nem győztünk hátrahőkölni, nem volt benne lift. No, és hát szóval ilyen élmények után a vidámpark, uram, atyám, ekkora rozsda volt az egészen, és én mafla, azt mondtam, hogy hát én szeretnék menni a hullámvasúton, erre a többiek lehurrogtak, te marha, mondták így magyarul, te marha, erre akarsz felülni, nem látod, milyen rozsdás? Akkor már én is szívtam volna vissza, ekkora rozsda volt rajta. Ez csak mind mutogatni, hogy ugye tártsuk a szánkat, hogy Észak-Korea mekkorát fejlődött. No, és az előadás. Másnap volt az előadásnak a próbája. És hát mi mentünk úgy a civil ruhákba, kiki hozta a hangszerét, és egyszer csak azt látjuk, amikor bevonulunk, hogy ott ül 6000 ember. Hát ezek
mi az? Most előadás lesz? Vagy próba? Vagy mi? És akkor megnyugtattak minket, hogy nem, ők csak azok az emberek, akik nem jutottak be az előadásra, és azt mondták nekik, hogy megnézhetik a próbát. Na most ez megint borzasztó, mert az ember nem úgy van, hogy ez most csak próba közönség, ez meg igazi közönség. Olyan nincs. Közönség az közönség, ott nincs ilyen, hogy próba közönség. Na úgyhogy roppant zavarban voltunk, én is, hát még azt se kérdezték meg, hogy mi van. Hát én nekem az énekhez, meg a gitárhoz mindenféleképpen ide kell egy mikrofon, hogy amiben beleénekeljek is, amiben a gitár belehallatszódik. Na hát nem volt sehol semmi. És én néztem, hogy itt most kinek szóljak, mert olyan ciki, hogy azok ott néznek, én meg állok, mint bárám szamara. Hát borzasztó. És akkor egyszer csak azt észlelem, hosszú ruhában voltam, azt észlelem, hogy valami búvik be a szoknyám alá. Jön a szoknyám alatt, valami félre ugrottam, hát ott jött a két mikrofon. Mert hogy a színházban másút nem, de ugye pánem egy cirk, kenyér és cirkusz. Ezt adjál az embereknek, és akkor kus van, akkor csend van, békesség van. Tehát azért, mert olyan az életük, amilyen, rettenetesen nehéz. Még az egyenruhát éppen csak, hogy levetették akkor, 1987-ben voltam. Tehát éppen csak, hogy másztak egy kicsikét jobb létre, valahogy emelkedtek, de hát borzasztó volt még. A jegyrendszer, meg amit el tudunk képzelni, szóval, meg amit nem tudunk elképzelni, az is. És ilyen volt például, én akkor Amerikából jöttem, és nagy mafla, egy ilyen rózsaszín mackó ruhám volt, amin egy ekkora hatalmas nagy eper volt. Hát, hogy én az utcán menve mit kaptam az észak-koreai emberektől, így néztek a rohadt nyugati, az eperrel így. Szörnyű. És ha én nem ugrok félre, akkor például jött így egy ember, és akkor átgázolt volna rajtam. Én egy utálnivaló imperialista dög voltam. Na lényeg az hozzá, hogy tehát félreugrok, ott van a két mikrofon, jaj, de örülök, akkor mégiscsak azért lesz itt valami próba. Énekelem a magyar népdalaimat, mert azt vittem, és aközben az agyamba az volt, hogy hát de én nem kérdeztem meg senkit, hogy most a kiejtés milyen, hogy jó a kiejtés, pontosan igazítsanak, mert azért én egy lengyel nagykövettől tanultam annak idején, hát azért azt nekem valaki itt igazítsa ki is. Egyfolytában azon töprengtem, hogy most merjem így elénekelni, vagy nem. Aztán azt gondoltam, hogy hát most ez a 6000 ember csak meg fogja bocsátani, és ha kell, akkor holnapra az előadásra kijavítom. De hát akkor meg kell próbáljam elénekelni. Tehát meghajoltam a magyar népdaluk után, rendesen taps, mint a előadás lett volna, és elkezdem a koreai dalt énekelni. És mindenki, minthogyha vezényeltek volna, fejüket lehajtották, és elkezdtek zokogni. És engem pedig a színpad mögött ilyen talkie-walkie készülékkel, ez volt a hátam mögött, és megjelent két markos, hatalmas, nagy felteszemű ember, és engem úgy raktak ki a színpadról, hogy a lábam se érte a földet. És közben hatalmas nagy zűrzavar támadt az egészbe, leállt a próba, és oda jöttek a magyarok, meg a Novák Tata, aki ugye az igazgató volt, Novák Ferenc igazgató, hogy mit énekeltél, Kamilla? Hát mondom, mit? Ez a szövege, hogy Áriránk hegyén átmentél, én édes rózsám, elmentél, itt hagytál, vissza sem nézel, de ugye még visszajössz, és leszel ugye hű párom még. Ezt jelenti, mondom nekik lefordítva, hogy ezt jelenti a dal. De hát akkor miért vittek ki? Hát mondom, hogy fogalmam nincs. És közben jött a tolmácsunk, és azt mondta, hogy holnap nem énekelheti ezt a dalt. De olyan parancs volt, hogy még. Egyfolytában nem tudtam meg semmit aznap. Jön másnap az előadás, az igazi, és még egyszer figyelmeztettek, hogy nehogy elénekeljem, itt ül a páholyban, az első páholyban a Kim Ir-sen. Ugye mi voltunk a legnagyobb látványosság,
én nem is tudom, 20 éve vagy 30 éve egyáltalán nem volt ekkora létszámú művész csapat, úgyhogy minket állandóan a tévében mutogattak, a híradóban mi voltunk a legnagyobb szám, és hát akkor még előtte figyelmeztettek, hogy ott ül a Kim Ir-Sen, nehogy én el akarjam énekelni ezt a dalt. Jó, hát természetes, nem vagyok a magam ellensége. Rám kerül a sor. És hát énekelem a magyar népdalokat, és közben így dolgozik bennem a székely lélek. És azt mondtam, hogy miért nem? Ezek ott lenn, akik sírtak, azok értették. Hát akkor ezt mégiscsak el kéne énekelni. Na de nem merem, mert megtiltották. És az egész magyar népdal éneklés alatt az volt, hogy merem, vagy nem merem. Merem, vagy nem merem. Kéne. Valami asszúta, hogy nagyon kéne. Hiszen ezek tegnap sírtak. De akkor mi lesz? Akkor most kivégeznek. Hát mit csináljak? És még a taps alatt se tudtam, hogy merek ott maradni, merem elénekelni, vagy sem. És belekezdtem. A hátam mögött, megint ezt hallottam, de nem jött senki. És az emberek pont ugyanúgy, mint az előző nap, lehajtották a fejüket, és így zokogtak, de így zokogtak. Ami van, hát én akkor most megyek ki, hogy ne zavarjam meg ezt az áltatosságot. És majdnem kiértem már a függönyhöz, egy hatalmas nagy színpad volt, és majdnem kiértem a függönyhöz, amikor viszont egyszerre, mint akiket vezényelnek, felálltak, és olyan vastapsot vágtak le, hogy megállt az egész műsor, és hát vissza, megint ki, megint vissza, megint hajlomtam, stb. És jött a tolmácsunk, és az, aki, ezt nem érekelhetem, az a tolmács, a nyakamba borult, és tiszta, ilyen volt az én ruhám az ő könnyeitől. És akkor megint a Novák tata, hogy mit csináltál? Hát sose hallottunk még ennyire szépen és ennyire diadalmasan énekelni. Mi volt ez? Mondom, továbbra se tudom. Elérkezett a másnap reggel, addig még mind, ja, amikor mentem ki, akkor egyszerűen a portás hölgy meglátott engem, és azt mondta, Ari ránk, és elsírta magát. Megérkeztünk a hotelbe, ahol laktunk. Ott a portás, aki beengedett minket. Ari ránk, mondta, és elsírta magát. És akkor este még mindig nem értettünk senkit. Ezen törtük a fejünket, hogy ez mi lehetett, és másnap reggel egyedül volt a tolmács. A buszban bent. Nem volt se buszvezető, senki, mert ugye később arra is rájöttem, hogy nem csak a falnak van füle, hanem olyan volt, hogy a fiúk mondtak, hogy mi a másik szobában van viszki, nálunk meg nincs. 15 perc múlva kopogtattak, és jött a viszki. Tehát mindenkit lehallgatott, mindenki félelemben, mindenki olyan észak-koreai hangulatban, és akkor körülnézett a tolmács, és mondtam neki, hogy most nincs itt senki. Most mondja meg nekem, hogy mi volt ez tegnap. Elsírta magát, nagyon szépen leírtam a könyvbe, nem tudom olyan szépen elmondani. De ez volt a lényege, hogy nekünk ez van. Csoda, amit te hoztál nekünk el van tiltva. Ez nekünk 30 év, ha valaki énekli, megy börtön, vagy kivégzik. Ez dal nekünk van legszentebb. Ez dal nekünk... Tudod, amiről énekelsz, Ariránk, ez van hegy. Ez hegy van Dél-Korea. Nekünk ez a dal meghallani se szabad. És te most elénekelted nekünk ez a dal. És mi azt éreztük, hogy Dél-Korea és Észak-Korea most, ebben a pillanatban, itt, a te szíved által lett nekünk egy. És tudod te, hogy ez nekünk mekkora dolog. És nekünk ez van nem hivatalos himnusz. És te elénekelted, és akkor ez azt jelenti, hagytak téged énekelni. És akkor te most más is énekelheti ez dal. És akkor jöhetnek közelebb Dél-Korea.
dél-koreai. Tudott-e, mi volt ez nekünk? De ezt sokkal szebben mondta el, és rá pár hétre olvastam a Magyar Nemzetben, hogy leültek az észak- és dél-koreaiak. Tehát semmit nem politizálok, nem is akartam, fogalmam nem volt erről az egészről, mert aztán utána kifaggattam a lengyel nagykövetet, akitől tanultam, hogy ő Szöulban volt nagykövet, és nem Észak-Koreában. Úgyhogy ő nekem egy dél-koreai dalt, illetőleg egy teljes koreai dalt mutatott, úgyhogy ezáltal úgy egy kicsit beírtam. Meg is jegyeztek, és úgy volt, hogy Arirang a nagy fehér asszony. Így hívtak. Úgyhogy ilyen történetek is voltak. Hát most akkor a végén megint énekelek, mert elment az idő. Nem is mondom, hogy mit énekelek. Isten, hogyha létezel, hogyha hallasz, hogyha látsz, válasz nélkül ne hagyd ezt a fájdalmas fohászt. Annyi most a szenvedő, akit elhagy föld és ég. Segíts hát e nehéz idők szorongó gyermekét. Adj erőt a férfinak, kit a sors már megpróbált, és sok év után most kenyerét mérti, úgy érzi, nincs tovább. Mit tegyen, aki fiatal, s túl van minden iskolán? Családot, otthont, jövőt tervezne, támaszt, mondd, hol talál? A magasból néz le ránk, add most a megváltó szent igét. Ki nehezen él, és fél a holnaptól, annak a szó már nem elég, szívében oly nagy a keserűség. Nézd le ránk, add most a szent igét. Ki nehezen él, és fél a holnaptól, annak a szó már nem elég, szívében új nagy a keserűség. Isten, óvd a gyermeket, aki ártatlan, tiszta még. Körötte csalás, hazugság, önzés, mindenről mit sem ér. Kísérje útján a szeretet, legyen értelme, hogy él. Védkeinkért ne bűnődjön, neki még adj esélyt. Magadból nézz le,